Ebben a félgömb alakú sátorban planetáriumi körülmények között közérthetően mutatták be a csillagászat és az űrkutatás eredményeit a diákok számára. Egy rövid tájékoztató után léphettek be a tanulók a kupolába, ahol egy közel fél órás interaktív előadással készültek számukra a Budapestről érkező csillagászok. Elsősorban naprendszer szoktuk bemutatni, ez a sláger, de természetesen van olyan műsorunk, ami fekete lyukaknak a titkaiba enged be pillantást, vagy akár egy csillagkeletkezésbe, szupernova robbanásba, mindig attól függ, hogy mire van igény. A csillagászat kötelező tananyag, annak megértését segíti az előadás, amelynek során a csillagoseget, a csillagászat alapfogalmait és történetét ismerik meg a tanulók, valamint a tudomány véleményét arról, hogy hogyan keletkezett az élet. Az előadás több csoport is láthatta a Vécseiben. Nekem nagyon tetszett egyébként. Ilyen 3D hatása volt szerintem, ahogy elmentek mellettünk a meteorok, a bolygók. Az előadás legelején a csillagközi felhőkről esett szó, utána meg minden bolygóról külön anyaga, összetétele, naphoz való távolsága, ilyen információkat lehetett hallani. Ezt már tanultuk földrajzból, de is segített jobban elmérülni az anyagban, hogy jobban megértsük. Az iskola vezetősége úgy véli, egyre nagyobb szerepe van a természettudományos oktatásnak, ezért gondolják fontosnak, hogy a tanórák keretében ehhez hasonló különleges előadásokat szervezzenek. A mi iskolánk egy külvárosi lakótelepi iskola, ahol nem könnyű a gyerekeket motiválni, nem könnyű színessé, érdekessé tenni a természettudományos tárgyak oktatását. Úgy gondoljuk azonban, hogy ilyen lehetőségekkel, élményszerű, élményt adó pedagógiával lehet ezt megtenni, úgyhogy rendkívül örülünk annak, hogy ez a mai alkalom létre. És a planetárium itt van. A Nyíregyházi Általános Iskolában összesen 4 előadást tartottak a csillagászok a diákok számára pénteken.